Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, én Nagy batóna Natán vagyok. Ez itt az Európai Visszhang az Ultra Lusztona, az állandó vendégem pedig Szanyi Tibor az iszom elnöke. Szervusz, Tibor, köszönöm, hogy itt vagy. Köszöntelek téged is, hallgatókat és nézőket is, mindenkit. A felvétel időpontja október 24-e, tegnap volt október 23-ának az évfordulója, október, 1956. október 23-ának, és kimentek a pártok. Kint volt a Fidesz is, kint volt Magyar Péter is. És hát magyar, én Magyar Péter tüntetésről tudok beszámolni, mert ott voltam, mint sajtómunkatárs, nem mint szimpatizáns, és azt lett, vettem észre, hogy öt évvel ezelőtt mondjuk elképzelhetetlen lett volna az, hogy annyi magyar zászló legyen egy ellenzéki tüntetésen, mint ami tegnap volt Magyar Péterén. Nagyon kevés Európai Uniós lobogó, több magyar zászló volt, sőt, magyar zászlót is osztottak. Te hogy, ért? Tékeled azt, hogy egyre inkább visszaszorul az Európai Uniós zászló, és egyre inkább előtérbe kerül a magyar, magyar zászló a magyar tüntetéseken? Én azt gondolom, hogy mondjuk egy október 23-i megemlékezésen miért is lenne egyáltalán európai zászló. De akkor az talán még nem is volt, még, még a tervezi asztalon se talán. Tehát amennyiben megemlékezésre van szó, hát én nem, nem nagyon látom, hogy mi annak az oka, hogy ott európai zászló legyen. Olyan tüntetéseken, ahol esetleg olyan tét van, aminek van köze a mai Európai Uniós viszonyokhoz, most gondolok szociális ügyek és a többi, akkor, akkor, akkor nyilván helye van. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a Fidesz azért eléggé jól kimaxolta az elmúlt években, vagy évtizedekben inkább a magyar zászlónak a lehetőségét. Tehát ezt szokták mondani tréfásan, vagy kevésbé tréf, maliciózusan, hogy a magyar embert kenyerre lehet kenni egy magyar zászlóval, még a diktatúrát is simán elviseli, ha a diktátor magyar zászlót lobogtat. Jó, van benne valami. Na, ezt lássuk be, Ő nagyon szeretik, és például nekem van a legkisebb gyermekem, a négy éves kislányom. Neki te vagy a diktátora. Nem, hanem az van, hogy otthon dúdolgatta, hogy piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. Nyilván az óvodában ezt mondogatják meg mindent, ez a nevelés kérdése, és sok szempontból. Semmi olyan mondókát nem tudnék mondani, ami az európai zászlóról szólna, tehát eleve a magyar gyerekek, magyar embereknek a szocializációja az egyértelműen a magyar zászlóhoz kötődik. Egyébként nemrég, pontosabban 22-én még az ünnepségek előtt bókláztam a városban egy kisebb külföldi csapattal, itt a november 8-9-10-i európai baloldali nagy rendezvényünknek az előkészítése kapcsán volt itt egy ilyen elég színes társaság, tehát több országba. Kérdezték tőlem, hogy mi ez a Lukas zászló, és akkor ugye el kellett magyarázni. Az hogy pont a köztársaság téren mentünk keresztül, hogy most már második János Pápa, második János Pál Pápa tér. És akkor pláne el tudtam ott magyarázni, hogy az az épület izé minden, tehát úgy, 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 úgy ment a magyarázat. A lényeg az, hogy é, ugye akkor a magyar zászlót ilyen értelemben megszentségtelenítették, egyesek szerint a kommunista címerrel, mások szerint a kivágással, stb. Hát most is van valami a zászló közepén, ugye egy címer. tulajdonképpen én el tudnék képzelni olyat is, hogy valaki meg ezt akarja kitépni, tehát mondjuk van itt mindenféle. De a lényeg az, hogy a piros, fehér, zöld, tehát ezek a magyar zászlók, ezek, ezek ezeknek abszolút helye van egy november 23-i megemlékezésen. Október 23-i. Akkor október 23 -i. Vagy terveztek valamit november 23 án nem, 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 <h dévelop> nem, 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 köszönöm szépen a helyreigazítást, Okt, mert most a novemberi konferencia a fejembe, azt ezért jött ez a 23-nak a vegyítése. Na, tehát október 23 azért az egy elég konkrét nap a maga módján, mert ugye ami az azt követő 10-11 napban volt, azért az már nem egészen ugyanaz volt, mint ami 23-án. Nagyon gyorsan változtak az események. <s> Ez népfelkelésnek forradalomnak indult, hát aztán utána a kiki ízlése szerint el tudja magyarázni, hogy mivé lett. Minden esetre ma, vagy tegnap 23. a emlékét idézte mindenki. Én ki is írtam a Facebookra, hogy az összes celepolitikusunk ma a hülyeségeket fog beszélni. Így is lett. Mindenki kiragad valami részletet, ahhoz talán valami heroikus mesét, aztán mondogatják, mintha az valami nagy igazság lenne, pedig hát az esetek 90 ában közel is, még csak a valósághoz sem, amiket itt idézgetnek. Úgyhogy, ja, hát hogyha osztogatják a magyar zászlót egy ilyen demonstrációnak, akkor pláne a magyar zászlót fognak lengetni. Ráadásul lyukas zászlót osztogattak. Hát igen, mert ugye most ez a, ez a nagy jelkép, ez ugyanan undorító, mint amikor a Fidesz annak idején a kokárdát kisajátította, tehát a nemzeti emlékezetből kiragadni egy-egy szimbólumot, és akkor azt kvázi kisajátítani. Most ez milyen dolog? Most én, hogyha ma kezembe tartanék, vagy, vagy kiraknék az ablakomon Erkélyemen házamban egy lukasz zászlót, akkor engem rögtön besorolnának valamelyik, illetve hát ehhez a Tisza nevezetű szintársulathoz. Én nekem meg ehhez nincs kedvem. Tehát én szeretném a nemzeti szimbólumokat, a magyar zászlót akármilyen formátumban is, de úgy kirakni, hogy az nem valamelyik részét képviselje a magyar társadalomnak, tehát párt, mint részt képviselje a magyar társadalomnak, hanem, hanem, hanem úgy általában az egész nemzeti öntudatot. Még az európai zászlóra egy picit visszatérve, azért az európai identitás nincs fölépítve igazából. Tehát egy kicsit a kötelezőnek érezték nagyon sokan annak idején, amikor ez először megjelent a középületeken, de ennek annyi előzménye van, hogy ugye volt a vörös lobogó, ami soha nem volt a szovjet zászló, hanem a munkásmozgalomnak a vörös zászlaja volt, de ezzel együtt azért azt mindenki úgy vette, hogy ez valahol a szovjet zászlónak egy ilyen reinkarnációja, vagy annak egy ilyen jelképe, vagy azt szimbolizálja, és ennek megfelelően, hát főleg a rendszerváltoztatás után nagyon gyorsan elkezdték utálni nagyon sokan, hát azt megelőzően meg imádták, csókolgatták ugyanazok nagyjából, de hát mindegy igen, Magyar Péter, bocsánat, Orbán Viktornak a beszédében az volt a központi elem, hogy a Brüsszelből szeretnének egy báb kormányt felállítani Budapesten, Magyarországon vele szemben. Most ezt nem azt kérem, hogy elemezd ki, hogy tényleg bábkormány kormány lesz, hogyha a Magyar Péter megnyeri a választást, mert nyilván rá gondolt. Itt a, 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 Brüsszelből látszik egy presszió Magyarország irányába, leginkább a néppárt Tol, ugye Manfred Weber mondta azt, hogy hajrá tiszol, meg Ursula von der Leyen is azért ez irányba mutogat, közösen szelfizgetnek Magyar Péterrel. Szerinted, amit most az Európai Néppárt, különösen Manfred Weber és Ursula von der Leyen csinál, az nem beavatkozás a magyar belügyekbe? Nem. Ez egy, ez egy, nagy tévedés, amikor ilyeneket mondogatnak. Most akkor Magyarország beavatkozik a, a szerbőberügyekbe, ugye ott is kifejezetten egy adott pártot támogat a külügyminiszter kampányszinten, szinten pódiumon, akkor beavatkozik Magyarország az Amerikai Egyesült Államok életébe, hiszen... Igen, a... de ugye azért a magyarok, tehát a magyar miniszterek, ők politikusok, de még Ursula pozíciójából nem a függetlenség hangjának kéne szólnia? Nem. Nem, egyáltalán nem, hát ő, ő sose tagadta meg, párt pártjelöltként lett, ő, és párt logikán lett tulajdonképpen, párt erőből lett az Európai Bizottságnak az elnöke. Én, én azt gondolom, hogy ebben a stádiumban, amikor az Európai Unió az egy eléggé szoros és összetett szövetség, itt a belügyeknek is az értelmezése azért az nem olyan fekete-fehér, mint ahogy mi azt gondoljuk. Ha úgy tetszik, semmi ilyen ügyünk nem belügy, hiszen minden egyben európai ügy is, és ő, 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 semmi nem... E, szintisztán európai ügy, hiszen vannak belügyi dolgaink is. Rengeteg önállóság van az Európai Unió tagországaiban, rengeteg közös ügy van, tehát ez egy ilyen átmeneti történet, de egyébként a Fidesz ne hörögjön, mert annak idején a József Dál a néppárt elnök effektív országgyűlési kampányban volt itt pódium tetején, és a Fidesz értette, tehát hagyjuk ezt a két értelmi vagy kettős mércét, hogy, hogy ez. Megszoktuk, igenis, hogy a... De bizottság elnöke is volt? Nem, 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 Európai Néppártnak volt az elnöke, de azért az Ursula von der Leyen sem ment el odáig, hogy valakit akarna Orbán Viktor helyett, hanem Orbán Viktornak egy erős kritikusa volt. Aki mondta, hogy ki legyen Orbán Viktor utódja, az a néppártnak a frakcióvezetője volt, a Manfred Weber. É, ja, miért nem mondja? Én nekem az égvilágon semmi bajom nincs. Hát az, hogy hülyeségnek tartom a mondatát, az egy másik kérdés. De az, hogy mondhassa, az, az nekem teljesen normális, és benne van a, én pakliban én ebben nem látok semmilyen belügyekbe való beavatkozást egyáltalán. Én nekünk is annak idején a Martin Schulz, aki még az Európai Parlament elnöke volt, aki aztán majdnem föl is esküszik a semlegességre szinte. Na hát az is itt nekünk kampányolt, miért ne kampányoljon már, mint a akkori MSZP-nek. Úgyhogy én nem, 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 érzek ebbe semmi ilyesmit. És Magyar Péter, te egy euró, eur 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 Európai politikusnak tartod? Hát egyáltalán nem. Én pontosabban, a fele tudja most, mi az Európai politikus? Hát abban a szempontban mindenképpen Európai politikus, hogy ott ül az Európai Parlamentbe, hogy valamilyen logikán ő kapott egy mandátumot, vagy szerzett egy mandátumot, oda ment elméletileg, most formailag, papíron Európai politikus. Az Európai, hát ott is mindenféle van, a kommunistától a fasiztáig minden van az Európai Parlamentben. É, ezt sokan nem is tudják egyébként, hogy, 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 mennyire nagyon színes az Európai Parlament. Egészen, de hát én azt mondom, hogy nincs olyan politikai gondolat és mozgalom, aminek ne lenne képviselője az Európai Parlamentben, még a legesleges, legesleg dolgoknak is, most akármelyik oldalt nézzük. És ezek is szólalnak a maguk módján, tehát no problem ebből a szempontból. De olyan értelemben, hogyha azt nézzük, hogy az az európai politikus, aki építi az Európai Uniót, akkor azt kell mondjam, hogy hát köze nincs hozzá, ugyanúgy, mint Orbán Viktornak sem. Tehát például az a szégyen, amit én tényleg szó szerint szégyennek tartok, hogy kiszavazott a saját pártcsaládjából a Magyar Péterféle Tisza párt az Európai Parlamentbe, és egy az egybe azt az álláspontot foglalta el, amit a Fidesz hirdet Ukrajna Értem, vagy szintjén, vagy Ukrajna kérdésében. Tehát ott tulajdonképpen a, a Tisza párt az Európai Parlamentben lényegében egyezegben a Fidesznek a politikáját képviseli. Nem látok, se szóban, se szavazatban nem látok különbséget. Tehát azok, akik blokkolják tulajdonképpen az Európai Uniónak az egységét és az egységes fellépését, főleg külső külpolitikai értelemben, azok szerintem nem Európai politikusok. Akkor szerinted nincs semmilyen pénzügyi támogatás mondjuk az Európai Néppárt, vagy egyenesen Ursula elején részéről Magyar Péternek, hogy megbuktassa az itt jelenleg demokratikusan megválasztott rendszert? Nem nagyon tudnának ilyen pénzeket adni. Nincs mögöttük bank, mint például a Orbánék ugye a Lőrinc bankján keresztül, ez a, nem is tudom, nevét, e, a, a, a MBH, Magyar Bank Holding, azt hiszem talán ez a neve. Na, ezen keresztül uh, támogatnak mindenféle fasiszta mozgalmakat Spanyolországban, Franciaországban és sok 10 millió eurós nagyságrendben, tehát marha sok pénzzel. Itt ismét elhatárolódok, hogy ezt, szerintem ezek nem fasiztek. Szerintem meg igen. Egy-egy. E, és e, igazából ezt nem hiszem, hogy meg tudnak oldani, ráadásul a Tiszapárnak nincs is szüksége ilyen jellegű pénzügyi támogatásra, nekik bődületes összegek állnak rendelkezésre amerikai forrásokból, tehát nem, 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 nem hiszem, hogy sokkal kockázatosabb európai pénzeket ja. kergetnék. Nekik szerintem bőven sok az a pénz, amit egyébként kapnak amerikai érdekeltségektől, de hát, ez 100 millió dolláros nagyságrendet valószínűsítek, úgyhogy nem, 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 kis pénzekről van szó. Föl, hát az összes magyar pénznek együttvéve nincs annyi pénze, mint a Tisza Tehát igen. Hát mondjuk az egy más kérdés, hogy az én véleményem szerint az, a végtelen korruptság, ami, és ez se európai magatartás, az a végtelen korruptság, ami miatt tulajdonképpen amerikaiak képesek és hajlandók pénzelni a Tisza És ez szerinted nem szuverenitásvédelmi probléma? De. De. Hát, valamiért ezt tűrik, hát nyilván nehéz bizonyítani, ugye? Indirekt bizonyítékot, azt rengeteget tudunk mondani, de azért az egy nagy kérdés, hogy ez megállna -e a bíróság előtt. Én csak most mondok egy példát, hogy a Tiszapártnak kiugróan jó a Facebookos teljesítménye. De, de nagyságrendekkel jobb, mint bárki másé. Tehát, hogyha te, mint párt bemész a Facebookhoz és fizetsz a magad reklámjáért azaz el, úgy, az, az eli elérést szoktak vásárolni, ha magad elérését megfizeted, akkor se fogsz tudni olyan eredményeket elérni, mint, mint Magyar Péter pártja. Magyar Péter és pártja, akkor mondjuk így. Hát ennek az az oka, hogy a Tisza az előkotorta valahonnan a, amúgy úgy tudom, nem is Magyarországon élő, de magyar születésű jogtanácsos, aki Lávidóra. a Facebooknak a Facebook vagy a Metának a jogtanácsosa volt, azt hiszem Írországban talán, vagy valahol ott. E, és ugye én azt gondolom, hogy egy, egy cégnek, ilyen 100 millió dollárt, hétszentség, hogy megér az, hogy, 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 egy képviselője legyen az Európai Parlamentben, már csak azért is, mert az Európai Parlamentben is jár az az ügy, de az Európai Bizottság mindenki, hát sok milliárd eurónyi büntetést helyezte kilátásba a Facebook-kal szemben az elmúlt években. ezeket nem, nem az, hogy, hogy ezeket kivédeni, mert ezt nem tudja kivédeni senki se, hiába van benne az Európai Parlamentben. De vontatni, húzni, halasztani, azt már igen, azt már lehet. A különböző ötletekkel, meg különböző pontokon. Én beszéltem például egy ügyvéddel, aki röhögve mondta, hogy bólogatott, amikor mondta, hogy te ügyvédként egy ben lennél mondjuk a Magyarországgyűlésben, meg tudnád ezt oldani, hogy bizonyos ügyeket te halasszál és odázzál, és minden az van, oh, 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 oh. de mennyire. Na most ugyanez van az Európai Parlamentben is. É, tehát az, hogy mit tudom, egy, kettő, három, négy évvel ezeket a sok milliárd eurós büntetéseket lehet halasztani, a ki nem fizetett pénznek csak az időleges kamata. É és jóval több, mint az a nagyságrend, amiről én most beszéltem. Tehát miért ne érné meg egy cégnek, ne vicceink már? És ugye az indirekt bizonyíték, hogy úgy hasít Magyar Péter és a Tisza párt a Facebookon, mint, 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 mint senki más tehát nem, nem is tudok ön példát mondani. Tehát magyarul, hogy nyilvánvaló is látszik az előzéke, minimum az előzékenység, de egyébként hozzáteszem, hogyha te, és ez pénzben kifejezhető, hogyha te mit tudom én, mekkora elérést akarsz, az neked mennyibe kerülne, ez bemérhető, és akkor azt lehet mondani, hogy a Facebook mit tudom hogy hány millió dollárnyi támogatást adott a Tisza pártnak. Hát emlékezzük vissza, Magyarországon ebből komoly perek is voltak, amikor a Jobbiknak ugye kvázi ingyen adtak a Plakátokat. plakátfelületeket, nem is tudom, mi, van, írlamatlan. Pénzbüntetés lett a vége. És hát ez sajnos az Európai Parlament sem mentes tulajdonképpen az ilyen befolyásoktól. Emlékezetes ugye az Éva Kányli féle botrány, ugye amikor különböző, ugye a katari foci vb kapcsán mentek a jobbra balra különböző pénzek. Szerintem ott csak a jéghegy csúcsát kapargatták meg, de az is elég volt arra, hogy repüljön egy halom ember. Tehát én azt, azt, azt vélem és azt gondolom, hogy, hogy semmi szükségük nincs ilyen európai pénzekre, van, arra van persze, hogy Weber fölálljon a hordó tetejére, és ültözön, hogy ő imádja Magyar Pétert, ez oké, okay, szívük joga. Mielőtt rátérünk a BRICS csúcsra, beszéljünk egy picit egy Európai Uniós felmérésről, aminek talán a magyar sajtóban egyáltalán nem volt semmilyen vészhangja. Ez még pedig az, hogy az EU fiataljainak 15%-a nem képes kifizetni a lakbért. Ez ugye nem azt jelenti, hogy tudnak vagy nem tudnak lakást venni, ez azt jelenti, hogy nem tudják kifizetni az egy hónapos lakbért. Magyarország egyébként egész szép helyen szerepel ezen a listán, hiszen Magyarországon erre csak 1,9 század fiatal. 1,9 fiatal van, aki nem képes ezt megtenni. Uh, szerinted egy ilyen helyzetben, az Európa, Franciaországban talán 20% fölött van ezeknek a fiataloknak az aránya. Egy ilyen Európában nem ezekről kéne beszélni Ukrajna támogatása helyett? Nem helyette, mellette vagy akár még, mint tudom, állíthatunk sorrendet is először erről, aztán Ukrajnáról, bár én azt gondolom, hogy az ukrán háború az olyan szintű fenyegetés egész Európára és hogy én azt azért merem az első helyre sorolni, tehát az orosz agressziónak a kiterjedése azért az, az hogy mondjam, egyáltalán nem megnyugtató a szónak abban az értelemben, hogy a putyinék már 2021-ben megfogalmazták az ő vágyukat, ami azt jelenti, hogy a korábbi szovjet befolyás és övezetből lévő országok, azok szálljanak ki a NATO-ból, így például Magyarország is, és a NATO összefüggéseket, ezeket gyerünk innen kisöpörni, meg innen. Én nem gondolom azt, hogy a 5000 aktív katonából álló magyar néphadsereg, vagy mit tudom nekem mondani, hogy a magyar honvédség meg tudná védeni ezt az országot. Hát 25 ezer a honvédségnek a létszáma, 20 ezer ilyen irodista tiszt, az összes, és 5000 emberünk van. Hát bocsánat, ez röhely, hát ezzel nem lehet semmit sem megfogni, hát csak a észak ukrajnai kontingens háromszor akkor az orosz oldalon Ukrajnában, mint amennyi az egész magyar hadsereg. Tehát hagyjuk ezt a hülyeséget, hogy mi meg tudnánk védeni magunkat. Magyarország erre rendezkedett be, hogy a NATO-nak ad bizonyos segítséget, vagy szolgáltatást. Mentsünk legyen mondva, egész európai rendezkedett be. igen, igen, de most én nyilván csak Magyarországról beszélek, tehát, de jogoséget beszélünk inkább Európáról. Na, egyszer, mint száz, én, én határozottan úgy gondolom, hogy, hogy ez az orosz fenyegetés Ukrajnára néz, és ez egy NATO összefüggésből fakadó háború, onnan indult, a mai napig is tulajdonképpen ebbe a dimenzióban zajlik, hogyha most megnézzük, hogy ki mindenki támogatja fegyverrel a ukránokat. Tehát magyarul ez nem lehet ebben a kontextusból kiszakítani, már pedig ebben a kontextusban azért az jó lenne tudomásul venni, hogyha az oroszok nyíltan követelték azt, hogy innen ezek az országok lépjenek ki a NATO-ból, akkor ezek az országoknak a biztonsága az finom szóval meg van kérdőjelezve. Hozzáteszem, én, mint baloldali politikus, én az egész látót a pokolba kívánom, tehát most, de nem azon az áron kívánom a pokolba, hogy legyünk védtelenek, hanem azon az áron, hogy mindenhol máshol is szereljék le ezeket a fenyegető hadseregeket, meg egyebeket, tehát így. Na, egy szó, mint száz, a, 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 a lényeg az, hogy csak visszatérve erre a kimutatást, ezt én is nézegettem, de azért, és ez egy hivatalos európai statisztika volt, azért marhatrükkös. Mert hogy te megnézed, egész pontosan, hogy mi volt a kérdés. A kérdés egészen pontosan az volt, mert én is nem, nem értettem a számokat. Aztán utána rájöttem a kérdés mentén. A kérdés úgy volt, hogy az adott országokban, akiket megkérdeztek, az elmúlt egy évben volt-e olyan hónap, amikor nem tudta kifizetni a lakbérét? Hát ez nem sok adat. Ugyanis ahhoz, hogy te ne tud kifizetni a lakbérletet, ahhoz az kell, hogy te tudjál bérelni lakást. Magyarországon az, a, 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 lakásra vágyóknak kb. 5%-a tud bérelni lakást, 95-ön föl sem merül, nem, hogy egyszer egy hónapban ne fizessen ki a lakbért, egyáltalán sem tudja kifizetni a lakbért, tehát a, gyakorlatilag a számbavétel csak azokra vonatkozott, akik valamilyen oknál fogva bérelnek lakást. Ráadásul a különböző országban nagyon eltérő a történet, mert ugye Magyarországon állami típusú bérlakás alig van, minimális, nagyon kevés, van, de nagyon kevés. Ez a szemben például a Bécsben az összlakásoknak a 60 az önkormányzati állami bérlemény. Tehát Na, tehát a bérlakásnak a fogalma eleve más országonként, és a lakbérek is mások országonként de tulajdonképpen ez a statisztika Magyarországot egy tök jó helyzetbe hozza, tehát én három vagy nem tudom hány százalékos volt a, a, azonnak az aránya, akik valamilyen oknál fogva az elmúlt egy évben nem tudtak egyszer lakbért fizetni, legalább egyszer. 1,9 Tehát az azt jelenti, hogy Magyarországok tök jó, a törvények is úgy tűnik, hogy nagyon jól védik a bérbeadókat, hiszen ha te nem fizetsz lakbért, akkor komoly problémákkal nézel szembe. Ez nem feltétlenül így van nyugat Európa sok országában, például Görögországban, ott akár fél évig is, vagy tudsz úgy lakni, anélkül, hogy kidobálnának, mert ott a törvények megvédenek. Tehát, és ezzel sokan persze nyilván élnek, vagy visszaélnek. Tehát magyarul én nem gondolom azt, hogy Franciaországban például sokszorosan lenne a lakhatási problémáink Magyarországon, főleg ott rengeteg, ott komoly szisztémája van, egész Párizs. Szinte teljes külvárosa az, az ilyen szociális bérlakásokból áll, tehát csalóka ez a. Nem mert őt a menekült-migráns kérdés miatt van ennek egy másik dimenziója? De ettől de még létezik a különbség, tehát most a kiváltók, az is, ez, ez is nyilvánvalóan lehet. De én azt gondolom, hogy ma egy magyar fiatalnak az, hogy a piacon béreljen egy lakást, hát na, marha keveseknek adatik meg, hogy ezt megtehetik, hogy béreljenek egy lakást. Sokkal inkább tolódik az az időszak, ameddig a mama hotelban vagy papa hotelban vannak. Hát vagy pedig kollégiuma mennek az egyetemisták, vagy többen vesznek ki egy... Hát egy... igen, az véges ügye, tehát az egyetem azért az előbb-utóbb vége van. Hát persze, ez így van. Akkor térjünk rá a mai beszélgetés utolsó témájára, ugye október 22 és 24 között, tehát tegnap előtt és is ma között húzódik a BRICS csúcs, ugye Kazányban, Oroszországban Vladimir Putyin invitálta meg a BRICS-nek a tagjait, illetve számos másik országot, továbbá az ENSZ-nek a főtitkárát is. De hogy értékeled a BRICS csúcsot? Én ezt, ezt nem dimenzionálnám túl. Ugye a BRICS, az Brazil, Russia, India, China and South Africa. Tehát ez Dél-Afrika. Ez ötből indult, már tíz tagja van, Etiópia, Venezuela. A, a, Egyesült arab emírségek. Igen, Egyesült arab emírségek, Szaudarábia, és még Etiópiát mondtam talán. Na. ezek még. Be, Egyiptom. Egyiptom, így van, így van. Becsatlakoztak, tehát így van ez a tíz ország. Azért azt tudni kell, hogy ez egy, mivel hát jó nagy országok vannak az élen, most azért ugye India, Kína eleve 3 milliárd ember, a Brazília is 200 millió fölött van, az oroszok relatív kicsik, de mások fogon nagyok, az mert 140 millió környéken vannak az oroszok. Etiópia, Dettó, Egyiptom, Dettó ugyanez a százas as nagyságrend, vagy 100 pluszos nagyságrend. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon furcsa társulat, mind földrajzilag, mind politikai, mind történelmek, roppant eltérő országokról beszélünk. Tehát az, hogy mi Etiópiának és Kínának az érdekeit egy platformra hozni, én azért azt gondolom, hogy ez erős bátorság. Akár geopolitikailag, akár Kettő, ennek a szintásonatnak az égen földön semmilyen állandó fóruma vagy, vagy, vagy közös platformja nincs összejönnek időnként, évente egy, egy ilyen csúcsértekezletre kiadnak valami lila közleményt, azt jó napot kívánok. Tehát nincs nekik egy, egy állandó titkárságuk, mint például amiből az Európai Bizottság lett, nincs államszövetség közöttük semmilyen szinten, tehát nincsenek közös politikáik, tehát ez egy, ez egy zizeg ez a levegőben, nagy országok vannak benne, persze ez, ez ad nekik súlyt, de maga a szervezet, mint olyan, az majdnem azt mondom, hogy nem létezik. Most mit csináltak most az idén? <coughs> Azért ez is kétértelmű. Összejöttek ugye Kazányban a, az orosz elnök meghívására. Hát az orosz elnök ugye végtelen büszke volt arra, hogy mert ott vannak megfigyelő országok is, meg mindent. Tehát jó sok miniszterem, 30, 30 is voltak talán ilyen, állami kormányzati, stb. főnökök. Ott ilyen résztvevőként, vagy megfigyelőként, nyilván mindegyikkel találkozott Putyin, és hatalmas fotók, kézrázás, mi egymás. De ugye megnézzük azt, amit a végén, hogy mi a termék, mi a politikai termék, ugye a politikai termék az esetben egy közlemény. hát ebben a közleményben azért, hát ma, majdnem azt mondom, hogy az égvilágon semmi nincs. E, amit, főleg ugye az oroszok ugye egy kicsit az arra gondoltak, hogy ez majd legitimálni fogja nekik a ukrán beavatkozásukat, hát nem. Mert Ukrajnáról annyit mond ez a közlemény, hogy a világ összes országának be kell tartani az ENSZ szabályait. Hát most elnézést, ez azért még csak egy békefelhívás vagy, vagy semmi, ez nem is semmire. Ehhez még háború se kell, ezt nyugodtan mondhatod háború nélkül is. Ahol kicsit konkrét, a Izraelt keményen elítélik, ugye a, a gázai vérengzésekért, e, 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 illetve hát ugye most dél a Hizbollah -ak elleni e, akciót, ami hát e, nem akarom kérni, ebben a kérdésben állást foglalni, de nagyon sok hallott. Szóval, na. A, és nem az izraeli oldalon sok a halott, hanem a másik oldalon. Hát ez egy is sok, tehát ilyen értelemben mindenütt sok, de nagyságrendi különbségek vannak. Ugye tízezrével, vagy akár ötven százas nagyságrendben is lehet említeni a halottakat az arab oldalon, és tucat szinten izraeli oldalon. Tehát sok a halottna, és ez nagyon nem jó, nagyon nagy baj. De itt, 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 csak annyi volt, hogy elítélik Izraelt, jó napot kívánok, tehát az, hogy mi legyen, meg minden legyen, arról már nincsen szó, hanem hogy elítéljük. Ami miatt ez a BRICS érdekes, ugye itt ez volt a magyar sajtóban is, hogy fölváltani a dollárt, meg, meg, meg minden. Ezek, ezek azért nagyon-nagyon erős újságírói túlzások, Uh, valóban van uh, ilyen cél, de nem fölváltani, inkább megtörni a dollár dominanciáját, stb. Egyről ez tökéletesen reménytelen, halál Tehát ezt kívánság szerint lehet mondani, mert ugye itt az volt, hogy üdvözlik, üdvözlik egymás intézkedéseit, amik arra mutatnak, hogy egymás valutáit elfogadják. Hát azért ez nem egy kulcsvalutának a leváltása, hogy én üdvözlök a, meg a pénzügyi innovációk tekintetében, és üdvözöljük azokat, amelyek ezt a célt szolgálják. Szóval kétszer üdvözölték azt a lehetőséget, hogy a saját valután, nem is a dollár, a dollár meg sincs említve, hanem, a valutájukat fogadják el egyáltalán egymás között. Na de ez azért butaság így, mert Oké, okay, ezt úgy hívták mindig is, egy barter kereskedelem, amikor valamilyen helyi ez pénz, vagy áru, vagy minden, ez halál, mindegy. De lényeg az, hogy mi alapján megy a csere. Mindenki kifejezi a maga pénzét, vagy áruláját is a dollárban, és azt méregetik össze. Na hát most akkor hogy van kikerülve a dollár? Hát úgy, hogy lehet, hogy mondjuk az orosz gázért fizet a, 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 kínai, de az, hogy mennyi az az ár, meg mennyi a annak az árfolyama, meg minden, az meg dollárban határozzák meg. Tehát ez... kettő, ez már egy kicsit érdekesebb történet. Megállapodtak abban, hogy létrehoznak, pontosabban nem megállapodtak és nem létrehoznak, hanem a szintén üdvözölték azt, hogy az oroszok fölállítanak valahol Oroszországban, gondolom Moszkvában egy brixes gaboratősdét. Na most ez a gabora de ez, ez azért érdekes, mert tulajdonképpen bármilyen tőzsdét mondasz, Lényegében ez csak az úgynevezett fejlett világban, tehát a, a, a az amerikai, a, a nyugati, mondjuk így a nyugati világban beleértjük ki, Japánt, meg Dél-Koreát, meg Ausztráliát, meg így nyugati. Tehát ebben a nyugati világban vannak ezek a tőzsdék zömmel és szinte kizárólag Amerikában. Tehát a, a Chicagói Gabonatősdének nem lehet kihívója, pontosan lehet, de azzal a mennyiséggel, amit az oroszok tudnak ezügyben forgatni, hát az egy, egy, napi forgalma sincs. Egy év alatt nem tudnak annyit megforgatni az oroszok, mint, mint amennyi a Csikagói tőzsdén működik. Tehát ez, ez, megint olyan dolog, hogy lehet ilyenekről álmodozni, de a, a, még egy regionális altőzsdének sem merem nevezni. Hát most az lehet, hogy, 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 az orosz gabona, Etiópiába szóló orosz gabona szállítások keresztül mennek a Moszkvában lévő Brix gabona tősdén. Hát, most ez nem fogja felborítani a világkereskedelmi folyamatát. Ezen felül elítélték a szankciókat, mert azért nem csak oroszokkal szembeni szankciók vannak, hanem pont Venezuelával szemben is, tehát ő, 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 ő elítéltek mindent, ami nem felel meg az állam. Viszont itt utána értem, hogy Venezuela egyébként nem, nem lett tagja a BRICS-nek, hanem Irán. Ja, bocsánat, igazad van. Jó, 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 jó igazad van. De Irán ellen is vannak szankciók, tehát most ebből a szempontból. Kína ellen is. Kína ellen és oroszok ellen és a tehát ezek a nyugati szankciókat általában elítélik, hogy ez mennyire torzítja a világkereskedelmet, és ugye ütik az asztalt, hogy a WTO vagy a WTO-nak a tehát a kereskedelmi világszervezetnek a normális szerint kéne itt működni. E, Oké, okay. akkor megerősítik azt, hogy az IMF az egy marha jó dolog, jó, az is amerikai dominancia, tehát most nem értem, hogy mit kell ezzel nekik megerősíteni. Hát valószínűleg az, hogy az IMF az arra való, hogyha valahol megbillen a fizetési mérleg, de nagyon, akkor közbe tudjanak avatkozni, ez az IMF-nek a lényege. De hát az is tök amerikai dominancia az egész. Meg hát azért, ami nekem nagyon-nagyon kedves volt a határozatnak egy nagyon fontos pontja, a nagymacskáknak a sorsa tehát alapvetően a tigrisekről szól, és itt ez a döntően indiai kezdeményezés volt, de nyilatkozott közös, hogy mentsük meg a nagymacskákat. Tehát ez még szintén a brics a, ez a politikai termék egy releváns része, tehát ez most nem hülyeségből mondom, hanem tényleg ilyenek vannak. Szóval magyarul ezek ilyen óhajok, sóhajok, anélkül, hogy bármilyen intézkedést tudnának tenni a végrehajtás tekintetében, nincs végrehajtó szerve ennek a társulatnak hanem ki ki a maga módján eljárogat. Tehát ez ilyen, ilyen, ilyen marhal az a dolog, tehát én azt gondolom, hogy ennek semmi más értelme nincsen, mint jelezni azt, hogy elég sok ország, népes országok, tehát van igényük arra, hogy egy kicsit más máshogyan pozícionálják a világrendet. Ezzel én egyiket is értek, mert nekem is elegem van ebből az amerikai dominanciából, ahogy leuralja az egész világot. Tehát ebből a szempontból én a magam részéről még akár támogatni is tudnám az ilyen törekvéseket, de hát nincs mit rajtuk támogatni, mert ezek mondom ilyen lazalózungok, tehát Hurrá. Én ifjabb koromban ugye az egyik enszintézménynél dolgoztam a fao az az Élemezési Világszervezet. E, e, ott is, mintha az az élet e, újulna meg, akkor el nem kötelezett országoknak hívták azért nagyjából ugyanezeket. Hát nem, mert oroszok, mert kínaiak nem voltak ezek közé sorolhatók, de e, India azt hiszem igen és akkor ezek, a, ezek az el nem kötelezett országok, ez zömmel fejlődő országok voltak, hát most is ugyan maga módján azért ez körülbelül ez a kategória, csak akkor volt első világrend, nyugat kettő, második világrend a Szovjetunió blokja, és harmadik világ volt a összes többi. Na most két világ van jelen pillanatban, ugye az USA, meg a, most akkor ez a BRICS, de még egyszer mondom, hogy nagyon szép, nagyon jó, de, de nulla eszköz, nulla, költségvetésük sincs, sem, semmiük nincsen. Évente van közgyűlésük, és akkor ott puffogtatnak mindenfélét. Nem látom, hogy ebből hogyan lehetne előrébb menni. Nyilván a leghosszabb út is az első lépésekkel kezdődik, tehát én azt elfogadom, de összességét tekintve én ezt úgy értékelem, hogy nem semmi fog meg jó. Ki eddig nézte és hallgatta a videót, az írja be a komment szekció, hogy hashtag védjük meg a bengáli tigriseket. Ez volt az Európai Visszang a adása. Szanyi Tiborral köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.